Deport, Victor. Nyomsz egy tornyos szelfit? Jövök, jövök. Gyere ide mellé, várj egy kicsit, figyelj. Itt vagyok. Figyelj. De jó, és pont benne van a torony. Kurva jó. Igen. Mélységes mély a múltnak kutya. És én már megyek is föl. Hello. Sok van? Sok. Még sehol nem vagyunk. Ja. Hello. És ott a hidegegyi sípája, viszont azon föl kell mennünk, azt tudod. Ott viszont visszafele van egy jó sísánc, azt úgy bringával meg lehet küldeni. Csak mondjuk, amikor utoljára voltam abból az irányból, ami nagyon ritkán nyomom, akkor be voltak dőlve a fák, nagyon sajnálni. Ott egy ilyen rövid szakaszon tudsz egy ilyen 70-et bringával. Itt szoktam aludni, nézd Tamás, itt fönn. Skybarba? Aha, és Skybar. Igen, ja, és igen, égre nyíló, és itt nem túrnak a vaddisznok, vagy legalábbis ritkán. Csak
sokan nem tudják, ez még nem is olyan régen olyan volt, hogy belül csak egy vaslétra volt, és itt fönt nem volt semmi. Így kellett így remegve, hogy milyen volt ez régen, amikor nem volt megépítve. Mert a vas, a betontorony az megvolt. Ez egy térképészeti torony volt, függőleges vaslétrán kellett fölmászni, mint egy gyárkéménybe, és itt fönn nem volt semmi. Így, így remegve egy jártál volt. Hogy alig mertem fölállni. Az, ahol a sípálya van, ott sajnos még a sípályán föl kell menni. Várj, és még fölmentünk Egyestetőre. Fölmenjünk Egyestetőre, elővedett végig bűzajjal. És utána innen, ide föl, körbenéztünk is, ide van, és van 128 kilcsi lett a végén. De milyen még, amikor én vitorlásajóval jöttem, meg kajakkal. Vitorlásajóval? Te is mi akkor tekert? Én kajakkal jöttem. Nem hiszem, még a meres becél. Tudod, ismered, itt elkérdődött, hogy hallottam a jogsit. Tényleg? Kajakra? Nem kajakra, bazd meg, Verhovirára. Hogy csinál, bazd? Te kajakra leraktad a jogsit? Azokon azon a gerincen akarunk így lemenni a Dangabiba. Mert azon már mentünk, és most az lesz a következő. És az a gerinc se rossz ott a hátsó. Hát az meg az a leghátsó, igen. Az a híres vulkáni perem, ugye? Azt hívják vulkáni peremnek. És azon van is a gerincen végig egy túra. Lábam aktívan használja az ön helyzetét. De ne aktívan, passzívan használja. Karesz, ami ott már sír, ott már mint Szlovákia. Na tudod? Bár miért ne tudnád? Itt alattunk, az nem látszik, a Dipoly folyik, és a Dipoly a határfolyó, és a túloldal. Aha. Szlovák. Hát Szlovák, aztán Magyarország, csak így alakult. Pedig még csak... Ja, igen, van bőven. Igen, meg csak egy 16 gigás kártya van benne. De az is elég sokat szoktad írni. De aztán majd utána már csak lefele fogom bekapcsolni. Ja nem, hát itt van egy lefelénk.